úszik az, hogy az lányok mellett nem jelentenem ki, hogy jól úszik. Nekem az a különleges helyzetem volt, hogy testvérem sincs, és nem is egy sportos környéken nőttem fel a 7. kerületben. Tehát nekem mindenképpen mozdulnom kellett otthonról, hogyha társakkal akartam focizni vagy bármit csinálni. És mivel gyerekkorom óta, nekem nem balatoni sztorim van, nekem Duna sztorim van, beestem 3 évesen a Dunába, és inkább a hajamnál fogva húzott ki, miután nem egy jó úszó, úgyhogy inkább azt választottam, hogy erős kégről kiment. És akkor ők is elhatározták, hogy a kézzelabdarúgó múltjuk ellenére, de az úszás az mindenképpen legyen meg. Megtanultam úszni, éppen hogy, de már löktek bele a vízilabdához, mert látták, hogy magas a gyerek, balkezes a gyerek, ebből még lehet valami. És akkor én ennek fényében 10 éves korom körül kijelentettem, hogy akkor én jogász és olimpiai bajnok szeretnék lenni, úgyhogy nekem az kivételt képeztem a pályafutásom, hogy én nagyon hamar eldöntöttem a vízilabdázó, hogy szeretnék lenni olimpiai bajnok, és szeretnék lenni diplomát is szeretnék. És igen, támogatom a nagy sportágválasztó sajtóként azt mondja, hogy sok kisgyermek élvezze, szeresse a sportot. Nem mindenki annyira elkötelezett, hogy annyira fafejű, mint én, hogy olimpiai bajnok vízilabdázó akarnak már kiskorában. Ismerjük meg, kóstoljunk bele, szeressük meg az oktatót, a közeget, a társakat, és aztán utána át lehet fordulni komolyba. Persze az a 10-100-ból egy, aki éppen olimpiai bajnok akar lenni, vagy esetleg egy cirkuszfesztivált akar nyerni, már kiskorában akar, hogy most legyen eltökéletes és céltudatos, de nem egy 6-8 éves kisgyerektől elvárható a mai világban sok információ közepett, hogy egyből eldönts, hogy mi szeretne lenni, úgyhogy a nagy sportág válaszon erre lehetőség lesz. Zárásként itt a nagy sportág. Külső körülményként szeretnék kívánni nagyon jó időt, hiszen ott lehet igazán élvezni szabadtéren a 127 sportágat. Egyébként pedig azt kívánom a gyerekeknek, a felnőtt társadalomnak, hogy nem csak olimpiai bajnokot adhassunk az Olimpiai Bizottság keze alá, nagyon sok egészséges embert adhassunk a magyar társadalomba, mentálisan és fizikailag is teljes életet élő embereket, és ebben mindenképpen szeretnék én is ezzel a szerény eszközzel hozzájárulni, hogy ott leszek mind a két nap a gyerekek fogadására, és nagyon szívesen állok rendelkezésükre várni a kérdéssel. Illetve azt nem mondtuk, hogy azért minden sportágnál komoly szakmai képviselők lesznek ott, tehát lehet kérdezni is a sportágok képviselőitől, nem csak kipróbálni a gyerekeknek, hanem is a szülők komoly információkra tudnak hozzájutni. Úgyhogy így az olimpia előtt és olimpia nagyon sok érmet, aranyérmet és boldog pillanatot kívánok mindenkinek, és pénteken szombaton pedig jó szórakozást kívánok.